A Vojvodina Futballklub méltó módon, azaz győzelemmel búcsúzott el szurkolóitól az őszi idény végén. A Bácsföldvári stadionon az elmúlt hétvégén 4-3-ra legyőzte az újsednyiki Preporod csapatát. Ez a mérkőzés után a Preporod csapata az 5. helyről visszacsúszott a 7. a Vojvodina pedig a 8. a 6. helyre ugrott, ahol azonos pontszámmal 24-jel osztozik az 5. helyezett Zenta csapatával. A házigazdák igen korán megnyitották a Szeverbajdasági Liga 14. fordulójának meccsét. Az első gólt Jélit szerezte az 5. percben, a másodikat pedig Topics a 8. Mivel az első két gólt elég korán megszerezték, várható volt még néhány találat az első félidő végéig. Erre azonban nem került sor. Ám ami nem valósult meg az első félidőben, megtörtént a másodikban. 5 gólt láthattak a szurkolók, 3-at a Vojvodina hálójában, még 2-t pedig a Preporod hálójában. A második félidő első gólját Kovács lőtte a 49. percben 2-1-re emelve az állást. Ezt követően Nenad Kudrić szerzett gólt az 53. percben, és Sztyepanović a 68-ban. Így 4-1 lett az eredmény. A meccs végéig Milić és Kovács találatával a vendégeknek sikerült 4-3-ra javítani, és 90 perc után ez maradt a mérkőzés végeredménye is a bácsföldvári Vojvodina javára. Gyengén indítottunk, és rögtön az elején 2 gólt is kaptunk. Néhány játékosnak lehetőséget adtunk annak érdekében, hogy tisztázzuk a büntető lapjainkat. Sok játékos kapott ugyanis sárga lapot, és mivel még 5 forduló hátra van, szeretnénk megőrizni a játékosainkat. Számunkra a bajnokság már befejeződött, a célunk az, hogy a ligában maradjunk. Azt láttuk az ellenfélen, hogy nem voltak játékos kedvükben, és amikor 4-1 volt az állás, akkor lehetőséget adtam minden játékosomnak a kispadról, hogy bizonyítson. A tartalékkapusnak és a fiataloknak is, Novákovicsnak és Tatićnak is, hogy játszanak. Így egy kicsit lazábbra vettük. Ennek meg is lett az eredménye, mert gólokat kaptunk, és ezért lett ilyen a végeredmény, a célunkat azonban megvalósítottuk. Az őszi idény következő utolsó fordulójában Szeghegyre utazunk, ahol minden erőnkkel megpróbálunk újabb 3 ponthoz jutni az ottani Nyegos csapatával szemben, annak érdekében, hogy teljesítsük a kitűzött célunkat, ez pedig a telelés a tabella első 5 helyének egyikén, nyilatkozta a Vojvodina edzője, Barta Otto.